Ugye Magyarországon a modernizmus legfőbb fellegvára Budapest, az azt jelenti, hogy ott van a legtöbb ilyen építésű épület, miközben a weimari, majd dessaui Bauhaus magyar tagjai leginkább pécsi születésűek. Breyer Marcel, Forbát Alfred, Molnár Farkas, és Pécs az egyetlen olyan város, ahol még észlelhető mennyiségű modernista, koramodern, tehát Bauhaus ház található. Most egy pécsi Bauhaus séta következik. Elsőként Forbát Alfred került Weimarba, ahol 1920-tól Walter Gropius irodájában dolgozott. Forbátot követte Gropius legkedvesebb tanítványa, későbbi legkedvesebb tanítványa, Breyer Marcel, de már Amerikában, ahová a nácik elől menekülve lett építész világsztár. Breyer 1935-ben megpróbált hazatelepülni, de a mérnöki kamarába fel sem vették, így építészként nem működhetett, még a Bauhaus diplomát sem ismerték el építész oklevélként. Egy pécsi Bauhaus sétának a két fő területe egyrészt a hegyoldal, másrészt pedig a belváros. Most itt az utóbbiban állunk, egyenesen a Rákóczi út, a nagyon forgalmas Rákóczi út és a Felsőmalom utca sarkán, ugyanis itt áll a Forbát ház, amit úgy hívnak, hogy Forbát ház, egy furcsa háromemeletes homorú sarokház, amit Forbát Alfred 1937-ben tervezett az országos ügyvédi gyám és nyugdíj alap számára. Akkoriban volt nagy álmodás a Rákóczi úttól délre, a megyeri városrészbe két háromszintes bérházakat és családi házakat is álmodtak a városrendezők, végül alig épült meg valami. Ez a ház viszont igen. Korábban itt állt a Bildstock, magyarul képoszlop, ez egy egyházi tornyocska vagy oszlop a tetején szentek szobor fülkéjével és kereszttel. Különösen a barokk időszakban épültek utak mentén és útkereszteződésekben. Magyarországra az útmenti emlékhely telepítését a betelepülő svábok hozták el a 18. században. Útközben két Forbát között azért nem álltuk meg, hogy ne menjünk be a parkmozi, a parkkertmozi valahai legendás, ám de ma romos helyszínére. Nézzünk egy másik belvárosi utcát, ez a József utca. Itt a környéken általában az a jellemző, hogy nagyon szűk utcák, zártan, sűrűn beépítettek, nincs fa, gyakorlatilag minden le van betonozva, és mivel egy Forbát ház előtt állunk, én is bejebb állok, mint az utca útvonala, jól láthatjuk, hogy ő ezt úgy próbálta oldani, hogy egy jó két méterrel a szomszédokhoz képest bejebb húzta a háznak a frontját. Forbát Alfred közismertebb neve egyébként Fred Forbát volt, pontosabban lett, mert ő sem Magyarországon fejezte be a pályáját. Egy évvel később, 1938-ban Svédországba települt át, és a magyar Bauhaus tag ott is halt meg a 70-es években. Forbát túránkon a következő két házig már a hegyoldalba kell jönni, egészen a Kaposvári utcáig, ugyanis Forbát volt az a Bauhauser, tehát pécsi származású Bauhaus építész, aki hazatérve leginkább be tudott ágyazódni ide az ismerettségei révén, és relatíve több házat is meg tudott tervezni, ami fel is épült. Kaposvári utca 4, a madárfészek. Nehezen megközelíthető helyen áll az a kisebbik épülete Forbátnak, ami az elhelyezkedése miatt kapta a madárfészek nevet. A kisfehér ház eredetileg hétvégi házként működött, mára azonban összkomfortos családi ház lett belőle. Forbát itt a meredek terepviszonyok miatt is egy támfal fölé emelte az épületet, egy része konzolosan kinyúlik, és az ökotudatosság előttfutáraként a teteje hátrafelé lejt. Azaz, a lefolyó esővizet eredetileg a fürdőszobában használták, ma már csak a kertet öntözik vele. Ez a Kaposvári utca 17. Alig látszik rajta még ma is, hogy 90 éve épült, pedig 1934-es, ugyan a környék még egészen másképp nézhetett ki, amikor ez épült,
hiszen szőlők vették, szőlőtáblák vették körül alig néhány házzal, és innen még nem takarták el a kilátását sem le a városra az azóta felépült házak. Ez volt Forbát első ilyen jellegű megrendelése, amit Bálványi Endre nyugalmazott tábornoktól kapott, aki az építés családi nyaralójának telek megosztása révén jutott a területhez. Jellemzője a gránitlábazat és a lodzsává alakított sarok, a lapos tetőt pedig a homlokzat elé húzta, hogy árnyékoljon. Az épület ma is lakóházként funkcionál, a kerítésen emléktábla sorolja fel Forbát Alfréd 1934 és 38 között tervezett pécsi épületeit.